Jó estét kívánok! Eljött az a nap, amely a sorsolás pillanata óta piros betűkkel díszeleg a szegedi naptárakban, 2 év után ugyanis ismét délalföldi derbit rendeznek a Szent Gellért fórumban. Nem Márk várt, hanem Mohos készülődik a szabadrugás elvégzéséhez. Mohos kiválóan játszott Szentlőrincen. Lássuk, mire megy ezzel a szabadrugással. Borvető megcsúsztatja, és Uramnak az első védenivalóját feljegyezhetjük. A jobb oldalon felfejlődik Palincsár, középen a hárman várnák a labdát, szépen csinálja Palincsár, jön is a beadás, a hosszú Novák elől ki tudják bólintani. Még mindig ott van ám, Haris. Tóth, eléggé kisodródik, de még így is be tudja tenni. Márkvárt szúrja rá, kapu mellé küldi utána. Haris. Megpattan Pajovics beadása, így válhat veszélyessé. Palincsár lő! Mellé! Márkvárt. Mintaszerű becsúszás, és nem volt még kint a labda, úgyhogy lehet építkezni ebből. Novák. Négyszám fölényben a védők, de ez Novákot nem zavarja. Sőt, lövőhelyzetbe is kerülhet akár. Ott a kipattanó Borvetőbe ismeri! A 29. percben megszerzi a vezetést Borvető Áron góljával a Szeged. A fontos gólok szakavatott mestere beköszön a Békés Csabai hálóba. Mindenki Novákot öleli, az ő érdeme volt elsősorban ez a gól. Tehát kellett hozzá Borvető Áron is, aki mintaszerűen érkezett és kísérte a támadást. 2 szegedi támadó kontrázhat a kissé fellazult csabai védelemmel szemben. Novák betör a 16-oson belülre, egy csavarás jobbal! De megérdemelne már Novák Csanád is egy gólt. Pajovics az ellenfélhez. De így még jó lehet. Haris. Haris dobja a távolságot, aztán viszont megkínálja Uramot. Haris. Újabb beadás Kovács fején. Megpatta Novák, és belelépnek. Szöglet lesz így. 60. perc. Hursán, illetve Pintér fújtat a labda mögött. Ez elég jó helyről járhat sajnos. Pintér szúrja rá végül, és a keresztlécről vágódott az alapvonalon túlra. 65. perc. Márk várt a szabadrúgással. Jön a labda középre, és ott az újabb gól! Novák Csanád a szerzője! Oroszlán részt vállalt az első gólból, és most fejjel mattolja Uram Jánost. Tüzek gyúlnak a lelátón, egy kupacban a kék-fekete játékos sereg és szurkoló sereg egyaránt. Márkvárt tanárja nívelte középre a labdát, és Novák Csanádról teljesen megfeledkeztek a csabaiak, közelről bólint a csabai hálóba. És folytatódik a sor, mint a Haborvető gólt lő, akkor Novák is betalál. Micsoda csatárduó. És 2-0. Márkvárt pedig újabb szöglet elvégzéséhez készülődhet. Ez is jól jön, ez is Novák felé, a kipattanó, mellé! Szatmári. Elég gyér próbálkozás, de a 81. percben megvolt az első kapura tartó lövése a vendégeknek. Cékus le tud most fordulni. És be is tudja tenni a labdát. Takács nagyot védett, és aztán kivágja a kapu torkából Tóth. 2 szegedi támadó vezethet támadást, 2 védővel szemben. Nováknál a labda. Pruska elmozog keresztbe, Novák még mindig. Miben mutatja magát a hosszú? Novák zicserben! 3-0, de szabadrugás kifelé. Pruska feldökte ellenfelét Miklót, így aztán hiába talált Novák a hálóba, újfent, szabadrugás kifelé. Így is van, lefújja Nagy Róbert. A Szeged Csanád Gosics Akadémia 4 nyeretlen mérkőzést követően az ősi rivális Békés Csaba legyőzésével talál vissza a siker útjára. Mihály Boris csapata abszolút megérdemelten múlta felül a viharsarkiakat Borvető Áron és Novák Csanád góljainak köszönhetően.